Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Ünnepre készülünk, és egy meghívással élek. December 7-én este 7 órakor várja önöket, kedves nézőink, az Árt Teátrum Alapítvány és a Vörösmarty Színház. Vendégem pedig Szikora János igazgató, tisztelettel köszöntöm. Nos, nagy ünnep, hiszen 200 éves a Fehérvári Színjátszás, illetve a Székesfehérvári Nemzeti Játékszíni Társulat, és ennek kapcsán azt már nagyon is jól tudjuk, hiszen számtalanszor elmondtuk, hogy az ember tragédiája is valamilyen szinten kapcsolódik ehhez az évfordulóhoz. Ugyanakkor önök tovább gondolták ezt a 200 esztendőt, hogy mit lehet még tenni. Igen, de hát talán menjünk vissza a 200 évvel ezelőtti időpontra, erre a bizonyos 1818-ra, aminek valamilyen szempontból emléket szeretnénk állítani. Ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni, mert a mai néző számára a bizonyos dolgok annyira evidensek, amik a 19. század elején egyáltalán nem voltak azok. Tehát például az, hogy Magyarországon magyarul játszanak színházat, azt a 19. század elején nem volt evidens. 19. század elején a Magyarország fővárosában nem magyarul beszéltek a színházban, hanem pesti német színház volt. Németül beszéltek. Német anyanyelvű vándorszínészek járták keresztül Kassul az országot, és persze köztük voltak magyar nyelvűek is. Tehát ebben az időben a magyar nyelvű színjátszást pártolni, az nem kulturális ügy volt, az nemzeti ügy volt, az politikai ügy volt, a megmaradás, a nemzeti megmaradás, a nemzeti kultúráért tett áldozatvállalás, és éppen ezért ennek fényében értékelődik fel 1818 akkori Fejér megyei közhivatalai, a vármegyének az irányító testülete, lelkes polgársága, mert itt az országban második helyen, az első Borsod megye volt, ahol felismerték azt, hogy mennyire fontos a nemzeti ajkú színjátszás pártolása, és kapóra jött az, hogy egyébként 1818-ban bezárták a pesti rondellát, ahol egy nagyon nívós magyar ajkú színtársulat játszott, és lehívták őket Fehérvárra. De hát, ha lehívták őket, el is kéne tartani, és valakinek jött az ötlete, hogy ezeket a nagyszerű embereket, ezeket a nagyszerű színészeket tartsuk itt Fehérváron. De hát akkor ugye nekik valamiből meg kell élni, valahol lakni kell, és akkor egyszer csak a nemesek és a polgárok, tehát ez egy különös politikai rétegződését tekintve, egy különös közadakozás volt, pártállásra, társadalmi hovatartozásra tekintett nélkül összejött egy olyan közadakozás, ami gyakorlatilag aztán 5 évre biztosított Fehérváron az ország egyik legkiválóbb rangú társulatának működési helyét és létfeltételeit. Ez tulajdonképpen ez a különös színházpártolás, ez az összefogás, ez történt 1818-ban, és ha ez nem történt volna meg, akkor nem biztos, hogy 1872-ben, tehát egy laza 50 évvel később, már a nyitószalagot lehetett volna átvágni a Fehérvári Színház épületének bejárata előtt. Tehát ezek mind összefüggnek, ezek a dolgok, és én szívesen tekintek ebbe a lelkes múltba, mert úgy látom, hogy van honnan példát meríteni. Felelősség és méltóság kíséri nyilvánvaló, és a Pelikán fogadótra pedig emlékeznünk kell, a Pelikán fogadó színház termére, ahol ugye nagyszerű magyar nyelvű előadások születtek. Nos, ez az évforduló kötelezettséggel jár. A remek a gondolat, mi hozta, azt már tudjuk, hogyan lehet ezt megvalósítani, és méltóképpen megünnepelni. Az egyik az egy gesztusunk, és ez maga az ember tragédiájának a bemutatása. Részben kapóra jött az, hogy Székesfehérváron ezt még társulat nem játszotta, társulati formában nem mutatták be, vendégjátékként ugyan volt az ember tragédiája, de itt társulat nem mutatta be. Egy város, egy színház szerető város, egy színház pártoló város
életéből nem hiányozhat az ember tragédiája, ahogy a kultúrájára büszke ember tudatából sem hiányozhat az ember tragédiája. Az ember tragédiájára büszkék lehetünk. Ez egy világirodalmi méretű hatalmas alkotás, és ez akár olvasmány élményként, akár színházi élményként tulajdonképpen minden magyar embernek illik ismernie. Tehát mi sem volt kézenfekvőbb, mint hogy összekapcsolni ezt a hiánypótlást, és egyben egy tisztelgéssé tenni az utókor színházpártoló szándéka előtt. A másik lehet, másik aspektus ennek a kérdésnek, hogy kevés hely büszkélkedhet Magyarországon azzal, hogy a korai színjátszás tárgyi környezete adott, és nagyjából úgy adott, ahogy az annak idején volt. Tehát, hogy nevesítsem, a Pelikán fogadó. A Pelikán fogadó nem él úgy a köztudatban, még a színházi szakma, vagy a színházat szerető közönség köztudatában sem, hogy kérem, tessék eljönni Fehérvárra, mert itt egy ikonikus épület áll, egy olyan épület, ahol Dériné játszott, ahol Petőfi Sándor játszott, és ezt meg lehet nézni. Ez körülbelül úgy nézett ki akkor is, természetesen a nagy terme, ahol az előadásokat tartották, más volt, de itt áll az épület. Ott van most egy kis szerény emléktábla, amely megemlékezik erről, az épületnek erről a funkciójáról, de azért ugye elnézem nyáron a turistákat, akik ugye elzarándokolnak az órajátékig, ott szépen megülnek, aztán megfordulnak, és hazamennek. Pedig csak egy pár lépés kellene tenniük, hogy a magyar színjátszás egyik bölcsőjét, zarándokhelyét megtekintsék. Igen, és akkor nála est. Tehát ez a megyeszékhely színjátszásának és kulturális életének egy olyan alapvetése, amivel abszolút egyet kell, hogy értsünk kultúrát, színházat kedvelő emberek. Viszont a gála, ugyanúgy, mint az ember tragédiájában, valamennyi Vörösmarty színházas művészt megmozgat. Hogy képzelték el ezt a gálát? Hiszen ez egy jótékonysági esemény nyilvánvaló, és hát annak megfelelő méltóság kell, hogy kísérje, ugyanakkor a gála műsorok közvetlensége is kell hozzá. Tulajdonképpen a legfontosabb itinereket hallottuk, tehát valóban ezek a paraméterek, amelyek mentén ezt a gálát össze kell állítanunk, de azért hagyjátsak néhány szót magáról, a gálának a funkciójáról. Jótékonyság, de nem abban az értelemben, ahogy ezt megszoktuk. Tulajdonképpen ennek a gálaműsornak az a funkciója, hogy pártoló jegyek segítségével megteremtsük az anyagi fedezetet arra, hogy a Pelikán udvar kapuzatát és kapu bejáratát ennek a helynek méltó emléket állítva egy olyan különleges bejárattal ajándékozzuk meg ezt az épületet és felirattal, hogy valamennyi arra az utcán járó ember figyelmét felhívja, hogy itt egy nem mindennapi épületről van szó. Tehát mi tulajdonképpen létrehozunk egy ilyen különleges kapuzatot abból a pénzből, amelyeket pártoló jegyek segítségével a nézők megteremtenek. Egyébként pártolójegy. Hát most ezt pártolójegyeket adunk ki, de itt például hagy emlékezek megint a múltra, és hogy nagyon sok fehérvári polgár emlékezetében meg élénken ott van, hogyha azt a szót mondom, hogy téglajegy. Igen. Ez az épület nem állna, hogyha fehérvári, vagy sokkal kés, valószínűleg természetesen állna, meg felépítették volna, de nem akkor, és talán sokkal később, ha néhány lelkes, bár ez a néhány valószínűleg sok száz lelkes fehérvári polgár nem ad össze téglajegyeket, és azt mondja, hogy hát ha az állam nem ad rá pénzt, akkor majd mi hozzuk rendbe a színházunkat. Téglajegyeket vásároltak, annak segítségével kezdett felépülni, vagy ismét a romjaiból felépülni a színház épület. A mi pártolójegyünk ennél szerényebb, csak egy kapuzat fog megépülni, de azért meg fogjuk említeni valamennyi pártolójegyet vásárolt székesfehérvári polgárnevét. És ez bensőséges hangulat, egy tégla az enyém, a pártolójegy okán pedig az enyém egy rész abból, illetve az egész az enyém külsőleg, hiszen lám-lám, oda tettem magam, és ennek kapcsán hadd mondjam már is, hogy ugye a pártolójegy ára 3000 forinttól várják,
És hát a további információkat, kedves nézőink, a Vörösmarty Színház jegyirodájában, szokás szerint a Főutca 8-ban 10-től 18 óráig hétfőtől péntekig, tehát még nem késő. Illetve azért említsük meg, hogy ezzel később is élhetnek, tehát később is vásárolhatnak. Így van, tehát maga a pártoló jegy az részben egy belépő jegy erre a gála műsorra. Aki azonban erre nem tudott eljönni, vagy azt mondja, hogy én ezt most nem akarom megnézni, de szívesen pártolnám ezt a kezdeményezést, nos, az ő számukra lehetőség van arra, hogy pártoló jegy vásárlásával segítsék, hogy a Pelikán udvarnak a kapuja, a bejárata minél szebb formában valósulhasson meg, és hagyd tegyem mindjárt hozzá, hogy ezt a kaput a jövőnek építjük. Ezt a jövőnek építjük, az elkövetkezendő évtizedek színházlátogatóinak, turistáinak a számára, mind azért, hogy lássák, hogy micsoda értékek születtek itt Fehérváron, és hát születnek napjainkban is. Igen, letesszük névjegyünket, bízom benne, akkor más dolgunk nincs, mint röviden beszéljünk a gála műsorról, mit láthatunk, hallhatunk ezen az estén. A társulatot arra kértem, mert valamennyien tisztában vannak, hogy mi a funkciója ennek az estének. A mi társulatunkban ugye egy nagyon képzett színészek garmadája találkozott. Azt kértem, hogy a szívükhöz legközelebb álló műsorszámukat dobják be a kalapba, mint egy adományként. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a gála műsorban olyan jelenetek, olyan énekszámok, olyan előadó művészi teljesítményeket láthat majd a közönség, amelyek az aktuális színészek szívéhez legközelebb áll. Ámen, történjék így, én bízom benne, hiszen Székesfehérvár egy színház szerető város, mint tudjuk. Köszönöm, hogy megtisztelt. És kedves nézőink, még egyszer mondom, tehát december 7-én este 7-kor várja önöket a Vörösmarty Színház az Art Teatrum alapítvánnyal együtt, hogy beteljesítsék küldetésüket, és a Pelikán udvar bejárati kapuját színház történeti múltjához méltóan felújíthassák. A pártoló jegyek ára 3000 forinttól megvásárolható a Vörösmarty Színház jegyirodájában minden nap 10-től este 6-ig, illetve aki esetleg ezen a rendezvényen nem tudna részt venni, azt kérjük, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, a későbbiekben is jó ügyet szolgálnak. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel bennünket, találkozunk a Vörösmarty Színházban pénteken este 7-kor. Minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!